Szép estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok Horvátországból, Eszékről. Ha van hangom, akkor kérek egy visszajelzést. Oké, mindenhol hallatszik. Na szuper, ma július 6-a van, 2020, és a mai esti webkonferenciát úgy terveztem, hogy csak információk legyenek, és most 8-kor ugye elhangzott a horvát nyelvű. Egy kis pihenés után, bár ilyen jó meleg van nálunk, nem a tengerparton lakok Eszéken, de jó meleg nyári idő van. Remélem nálatok is. Örülök, hogy ennyien összejöttünk, hogy meghallgassátok, mi új információ van. Azt tudom, hogy már egy ideig nem volt magyar nyelvű konferencia, sajnos nem kaptam linket csak ezen a hét végén, de úgy döntöttem, hogy most ne várjatok péntekig, akkor ma horvát után megtartom, hogy megosszam veletek az összes információt, amit a múlt Vladimir Maslov és Alexei Suhodejev konferenciáról, meg a Top Expert csoportból, amit összegyűjtöttem. Úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök, és a mai téma arról lesz, hogy mi motivál bennünket, és a többi új információkat. Most ebbe a helyzetbe, hogy elindultak ezek a csomagok, mindjárt meg is találom, a akciós csomagok, a 50 dolláros havi, meg a 100 dolláros. Múlt hónapban csináltunk megint egy nagyon nagy forgalmat, és ez egy jó lendület lett a Skyworld community-nak, ugye volt Skyway Capital, és kicsit megindultak mindenhol. Most akinek nem sikerült venni még ezekből a csomagokból, most még 56 nap van, a diszkont a 60-os lecsökkent 50-re, úgyhogy nem sokkal csökkent, a 100-as meg 90-re. Úgyhogy egy havi 100 dollárért 12 hónap lefizetés, teljesen mindegy, hogy egyszerre vagy, ha havi részletre fizessük, 108 ezer részvényt kapunk. Úgyhogy itt a lehetőség azoknak, akik mostanában léptek be, vagy akinek van egy kis fölösleg pénze, amit még szeretne venni részvényt. Vannak olyanok, akik tegnap hallottak először a Skyway-ről, beléptek és megvették ezeket a csomagokat. Mi most a 14. fázisban vagyunk, ilyen maraton fázis ebbe a projektba, és mindenki annyit tesz a Skyway-ért, amennyit tud. Én emlékszem, mikor 2016 áprilisában beléptem a Skyway-ba, épp egy olyan időszak volt, egy olyan fél év, mikor nem volt egy konkrét projektem. Ugye már sokan tudják, hogy 1993 óta hálózatépítő vagyok, és sok nagy céggel együtt dolgoztam, de épp akkor volt egy olyan fél év, mikor nem jött össze semmi komoly projekt, és egy 300 dolláros kis csomagot tudtam megvenni, de későbbiekben beszéltem egy pár emberrel, elmentem a berlini kiállításra, később több helyre, Minskbe is, mindenhova, és beszéltem egy pár emberrel, befektettek, kaptam bónuszt, és akkor így összejött pár ezerből több millió részvény is. Későbbiekben elfogadtam a régió vezetőséget több országnak, akkor sokat utaztam, és most minden csak így interneten
webkonferencián keresztül adunk információt, de remélem, hogy ha nem az idén, majd jövőre kicsit javul a helyzet, és akkor megint tudunk utazni bárhova, én egész Ausztriától Macedóniáig itten szoktam tartani előadásokat, úgyhogy vannak mindenhol partnereink. A Innotrans, a Berlin Innotrans az áprilisban lesz jövőre, de még nem tudjuk, hogy a Skyway jelen lesz-e ezen a kiállításon. Azt tudjuk, hogy az idei Expo 2020-as átlet Dubaj jövőre, úgyhogy Dubajba nem utazunk, sajnos. Nagyon nagy érdeklődés volt. Szerintem olyan több mint 110-120-an jelentkeztek, vagy akik akartak menni repülővel Dubajba, és akkor ott a 7 nap hajó utazás, de 3 nap Dubajba lettünk volna. Nem baj, ahogy a helyzet megengedi, lehet, hogy jövőre megszervezzük. Ez ilyen 1100 euróba került 7 nap, majd meglássuk. Amitről szeretnék még beszélni, mi az, ami fontos, hogy a Skyway kimenjen a tőzsdére, és mikor lesz kész az a due diligence, hogy elinduljanak a tőzsdére. Az idén a Skyway, a Junicki várja, hogy aláírja a szerződéseket. Most már olyan körülbelül 100 milliárd dolláros szerződésekről beszélnek. A Expo 2020-an kellett volna, hogy megtörténjen, de ez nem ott lesz, mert nem várnak annyit. Ők már a Sharjah-ba készítik a különböző szakaszokat, meg a járműveket. Ott a minden el lesz készítve, majd később még beszélek erről. Lehet, hogy nem lesz mind a 100 milliárd, de nekünk fontos, hogyha egy harmad része, legalább egy 30, de 60-70 is lehet az idén aláírva, mert ha annyit aláírnak, akkor jövőre mi kaphatunk osztalékot. Ezt a Vladimir Maslov több konferencián is már említette, mert egy külön része, pénznek a része mindenféleképpen akarnak fizetni osztalékot, hogy a befektetők kapjanak valamennyi pénzt már vissza. Nagyon sokan reklámozzák ugye a Skyway-t. Azt megkértek, hogy ne úgy reklámozzuk, hogy Skyway, hanem Skyworld Community, szóval a cégbe, ahol mi vagyunk tagok, mert nem jó, nem a Skyway-nak ez egy, azt mondják, hogy homok a kerékbe, úgyhogy mindig ezt a SVC-t reklámozzuk. A Skyway token az tudjuk, hogy július 1-én elkezdték a szabadítást. Ha valakinek például 365 tokenja van, akkor minden nap egy token fog megszabadulni a következő 12 hónapban. Nekem például 2099 tokenem van, és 5,75 token szabad minden nap. Ahogy itten összegyűlik, akkor ezt ki lehet utalni egy Ethereum, MyEther Wallet, vagy másik valamilyen pénztárcára, de most pillanatnyilag drága a kiutalás, azért várunk egy kicsit. Én ezt nem is akartam kiutalni, csak próbálkoztam, mert jövő augusztusig biztos, hogy sokkal felmegy az ára, most 10 centet ér, később meg lehet, hogy
1-2 dollárt. Úgyhogy amit megígértek, hogy az idén július 1-én ez elindul, és kezdik szabadítani, ilyen különböző helyzet miatt is nem kellett elhalasztani ezt. Azok, akik már vásároltak Skyway tokent, azok meg tudják a irodába, itt van az iroda, meg tudják nézni, csak hogy ha ki akarják utalni majd, én azt javaslom, hogy várjatok, de kell egy kis programot installálni, és azon keresztül már az működik akkor. A több információt erről a tokenről, meg hogyan kell ezt kiutalni, itt meg van magyarázva ezen a weboldalon, úgyhogy ha valaki ezt többet akar még tudni erről, itt meg tudja találni. A Skyway token az egy különleges egy egységnek hívják, ERC20-as. Egy ilyen standard okos szerződés, decentralizálva, és be van jegyezve a Ethereum platformba. Szóval ez nem pénz, de lehet használni, kifizetni valamit, és lehet használni, hogy kapni osztalékot például, akkor lehet a sok tőzsdén, most ezt még nem ellenőriztem, hogy melyiken, lehet vele kereskedni, akkor lehet használni, átdobni másik pénztárcába, lehet használni, mint vagyonkezelő, és most még mindig nekünk ezen a weboldalon lehet vásárolni is, és később akkor eladni a tőzsdékén. Ez a white paperba minden meg van írva pontosan. Én azt hiszem, hogy ez csak angolul meg oroszul van. Azok, akik beváltották, volt olyan, hogy 100 000 részvényt be lehetett váltani 2000 tokenba. Ezt én megtettem, és mindenkinek javasoltam, hogy ne tegye meg. És jó, hogy meghallgattak, mert most sokkal olcsóbban, ugye 200 dollárért 2000 tokent meg lehet vásárolni. De jó, valakinek ezt ki kellett próbálni, úgyhogy tudjuk megmagyarázni, ezt én megtettem. A GTI, ők be akarják fejezni minél előbb a 15. fázist, és utána nem árulnak több részvényt, még nem mennek ki a tőzsdére. Úgyhogy most ez az utolsó lehetőség, még a 14. fázis végén tartunk. Még nem mondták be, ezt várom majd a következő konferenciákon, hogy bemondják pontosan, hogy állunk a 14. fázisba. Sok mindent megcsináltunk, csak nem akarok átugrani. Később, most én fordítom itt a horvátról, mert rengeteg anyagot készítettem. Később a... Ja, igen. Most nagyon aktívan dolgoznak a Sharjah-ba. Az a 2,5 kilométer szakaszt fejezik be, és ott akarják majd bemutatni minden Uniboost, Unibike-ot, járműveket. Mikor lehet majd beváltani a részvényt? Az csak a tőzsdén lehet beváltani, mert sokan kérdezik, hogy most szeretnék eladni. Most pillanatnyilag nem lehet. De ahogy befejezzük a 15. fázist, akkor mindenki résztulajdonos lesz, megkapja a részvényeket, ugye, mert most ilyen részvénycsomagot kaptunk,
és utána akkor bármennyi részvényt oda lehet ajándékozni is, például vagy el is adni, majd a gyerekeinknek ajándékba meg ilyen dolgokat meg lehet majd csinálni. Nagyon sok videó készül Emirátusba, és voltak ottan már egy csoport, épp Magyarországról, akik látták, hogy sok minden készít a Skyway, de nem lehetett semmit fotózni, még a drónt is lelőtték, úgyhogy nagyon vigyáznak ezek az arabok. Azt ott lehet látni, hogy az interneten nem lehet látni sok újdonságot a Expo-ról, mert ilyen a törvény nekik, hogy ők ezt egy meglepetésnek akarják az egészet. Úgyhogy valaki oda megy, azt nem lehet betiltani, hogy ne lássa meg, de fényképezni meg videózni azt ott nem engedik. És így van a Skyway és a GTI, nem szabad nekik mutatni és reklámozni. Van egy projektünk, ami nem változik, különböző fázisokat, szakaszokat átment már. A pénz, amivel finanszíroztuk, igazi termékre, vagyonra, szoftver, patent, dizájnéri munkára lett beruházva, úgyhogy ez mind emeli fel a részvény értékeit. Mi mindannyian annyit hozunk a Skyway-re, valaki kisbefektető, valaki nagy, valaki dolgozott a hálózaton, hozott új befektetőket, valaki tartja konferenciákat, előadásokat. Mindannyiunk annyit teszünk, amennyit tudunk, amilyen lehetőségünk van. Most, hogy a 14. fázisba vagyunk, elindult a Ecotechnopark, nagyon sok mindent csináltak, elindult a gyártás, különböző irodák, design irodák, adminisztráció, intelligens termékek, Unicont, a Emirátusban a Sharjah, ezt mind a 14. fázisba készítik, és ami meg a Skyway Token is, ugye, most július 1-én. A következő, hogy kimenjenek a tőzsdére, a gyártás, a IT szektor és a célprojektek. Bennünket legjobban érdekelnek a célprojektek, mert azok hozzák a tőkét, a pénzt, és mikor valakinek eladják a célprojekteket, akkor ezzel is növekedik az érték. Azt tudjuk, hogy a tőzsdét jövőre kezdik készíteni, és a Vladimir Maslow szerint ez ilyen 12-24 hónapig fog tartani, utána minden kész lesz a tőzsde kimenésre, akkor ez a cég, akivel együtt dolgoznak, aki viszi őket ki a tőzsdére, azok is kapnak 5%-ot, óriási vagyont adnak nekik, de azoknak is érdekük lesz a tőzsdén, hogy jól működtessék őket. Úgyhogy ez a szokás ilyen cégeknek, ilyen startup cégeknek, akik mennek ki a tőzsdre, hogy egy részt tulajdonrészt átadjanak ilyen pénzügyi cégeknek, akiknek van tapasztalatuk. Az első 6 hónapban azt tudjuk, hogy mi nem tudjuk eladni a részvényünket, akkor nagyon vigyáznak, hogy a részvény ára ne menjen le, annyit adnak el pontosan, hogy meglegyen az az 1 dollár, vagy több legyen. Ez jó is, mert ha kiengednék ezt a halom népet, a 400 ezret, akkor lehet, hogy fele vagy még többi része is eladná 1 dollárért, és akkor lemenne természetesen csak azért,
mert nagy a kínálata a piacon. Így a mi szerződésünkbe is úgy van beírva, hogy 6 hónap után lehet majd értékesíteni a részvényeket. De lehet, hogy sokan majd örülnek neki, mert ki tudja, lehet, hogy 2, vagy 1,5, vagy 5 dollár lesz, azt most nem tudjuk. A Vladimir Maslow szerint 2035, szóval 15 év múlva a részvény ára ilyen 10 és 50 dollárt fog majd érni, úgyhogy ez egy nagyon pozitív. Természetesen sokak vannak idősebbek, de legalább tudják, hogyha hagynak öröklésbe gyerekeiknek, unokáknak, akkor egy 100 000 részvényt, és ha 50 dollár, akkor az már nagyon szép pénz. Még ha 10 dollár is lesz, az is már 1 millió dollár, ugye? Ne beszéljek sokat ilyen számokra, mert sokan mindent ígérnek, de ez egy logikus folyamat, hogyha elkezdik a célprojekteket, ugye Dubajba, utána többi országba, tudjuk, hogy Egyiptomba is, Ománba is, Szaúd-Arábiába vannak már projektek, állítólag 400 projektről beszélnek, ami Európában, Ázsiában, mindenhol ugye a világon. Én ez egy kicsit ilyen tanításul van. Ezt egy kicsit átugrom, mert rengeteg anyagom van. A sárgyai információ, a Mihail Kirichenko, amit beszélt a júniusról, ez a pandémia megakadályozta valamit, de Emirátusban dolgoztak tovább. Azt kell tudni, hogy május 27-e óta teljes kapacitással újból dolgoznak, és nyomják keményen az építkezést. Mind a kettő ekoháznak a teteje már le van fedve, és be van vetve a fű. Meg odarakták már a horgonyokat acél tartókhoz, a különleges konstrukciót a vízi toronyra azt is megcsinálták, a víz infrastruktúra, a elektromos infrastruktúra az is kész, a belgiai partner BKR-t az odaszállította nekik a terv szerint az egész acél zsinorokat, akkor fel van rakva már a horgony meg a tartók, az oszlopok. A klíma berendezés készen van a két vonalra. Az alapok teljesen készen vannak, ott vannak már a vas konstrukció, ami az oszlopok között megy, úgyhogy teljesen építik azt a 2,5 kilométert. Én őszintén megmondom, hogy én azt hiszem, hogy már ezt is a Dubai központba. Most sajnálom, hogy nem tudtunk elmenni. Még nincs kizárva, hogy az év végig valaki elmegy tőlünk, de gondolom, hogy már elkezdték ezt is építeni, mert nagyon sok reklám van, és sokan már láttak, de én szeretném az én szememmel ezt meglátni, ez a 15 kilométeres szakaszt. Azok, akik nem értik eztet, hogy meg miért építik a Sárdzsába, azt szeretném megmondani csak, hogy az arabokkal olyan megállapodás lett, hogy a Junicki kap egy nagy darab földöt, több millió dollár értéket, nem föld, hanem homokot,
és ottan felépíti ezt a konstrukciót, a projektet, és ha minden megfelel, a hőmérséklet ugye ottan plusz 40-50 is szokott lenni, meg homok, a levegőben van nagyon sok só, és ha ez működőképes, akkor befektetnek abban az időben még 50 milliárd, de most már 100 milliárd dollárról beszélnek, csak Emirátusba, ez Abu Dhabi, Dubai, meg nem tudom még milyen másik város. Az a jó, hogy nekik rengeteg pénzük van, és nagyon szeretik az új technológiát, de nem buták ők se, már sokan be akarták csapni őket, és ezért így lett megalapodva. Csináljátok, készítsétek el, ha működőképes, akkor itt van az 50-100 milliárd, és ezt csinál. Ezért nagyon sietnek most ebből a 25 kilométer, 2,5 kilométer, bocsánat, a 25 az a következő fázisba, ami már összeköti Dubait Sharjah-val, meg a hajó kikötőt. Máskülönben a repülőtér az Sharjah meg Dubai között van, ez a nagy, legnagyobb repülőtér, úgyhogy a repülőtérről a Skyway központ taxival én azt hiszem, hogy olyan maximum 15 perc. Mert mi mikor voltunk ottan, tavaly előtt, vagy mikor voltunk, akkor még 45 percet utaztunk, de lent voltunk a Dubai másik részén. Azt, amit a Expo 2020-asra terveztek, ez mind a Sharjah-ba meg lesz. Az egész park készen lesz, az összes járműveket bemutassák, és ottan a Junicki szerint aláírják ezeket a szerződéseket. A Emirátusban ezek az előírások sokkal keményebbek, mint Bielorussziába vagy Oroszországba, és ottan külön dolgokat meg kellett nekik átalakítani, például a betont, hogy ne legyen közepibe lyuk, hanem teljesen feltöltik, és nem találtak olyan kivitelező céget, lassan megtanulok magyarul is, akik spanyolul, valaki spanyolul kérdez. Azt sajnos spanyol nem tudok még. És őneki kellett meggyártani ezeket a betonokat, hogy különleges ilyen megfelelő, optimizáló betont konstrukciót csináljanak. És ha Anatoly Junicki épp ezt a logikát követi, hogy maximalizálja a optimizációt. Ha meglátjuk, most már a városokban, bárhol a világon rengeteg füst van, és például Kínában ott nem is lehet látni a nagy épületeket. Most, mikor volt ez a koronavírus, akkor a Sángájban, meg ilyen nagy városokban, mikor nem működött az ipar, akkor megtisztult a levegő, és mindenki kiment az utcára, és fényképezte az épületeket, mert nem tudták, hogy hogy néz ki. Ez érdekes. Na most a Skyway egy ilyen könnyű konstrukciót, nyitott konstrukciót, ami 100 évig fog tartani. Most csináltak egy olyan konceptet, hogy a járműveket egy az egyel megcsinálják, előbb csinálnak egy ilyen komputeres grafikát, és utána modell egy az egybe, amit pontosan mindent megcsinálják a gyártásra. Készítettek olyan járműt, ahol olcsóbb részeket, kilincseket lehet rátenni, lehet változtatni, és rakni össze, leszedni, attól függ, hogy mire fog majd szolgálni. Főleg most ezekre a meleg országokra, ahol 40-50, akár nyáron néha még 60 fok is
lehet, 60 fokot is mérnek ki. Mi finanszírozzuk ezt az infrastruktúrát, nem csak a forgalom, hanem itt a blockchain, a telekommunikációs infrastruktúrát, és lehet mondani, ez egy teljesen új generáció, amely a internetnek a jövője. Mondott a Maslow egy érdekes dolgot, hogy az olasz dizájnőrök csináltak ilyen kabinokat a repülőbe, a pandémia után, a vírusok után, hogy hogyan fognak majd utazni. Na most őszintén megmondva, ez a megtalálom a szavat, nem ez a legjobb megoldás. A Skyway-ba nagyon sok olyan megoldások már megvannak, nem lesznek több százan benne, például csak 6 személy, és sokkal kevesebb lehetőség van, hogy valaki elkapja ezt a betegséget. Hát sajnos beszéltem erről az elején, hogy részvényeket most még nem lehet. A részvényeket csak örökölni lehet most, azt meg tudják csinálni, de valakinek átadni a részvényeket csak majd, mikor kimegy a tőzsdére. Arról igaz, hogy beszéltek, hogy lesz egy ilyen belső tőzsde is. A belső tőzsdét azt úgy kell képzelni, hogy adnak olyan lehetőséget, hogy a részvényt beváltsuk megint tokenba, és akkor a token az már természetesen a kriptotőzsdén be lehet váltani, akármilyen valutába, dollárba, euróba, bitcoinba, és akkor ez így fog működni. De én azt gondolom, hogy ha már ennyit kivártunk, akkor még egy-két évet érdemes kivárni, mert a tőzsdén $1 lesz a start ára, és az sokkal jobb, mint most eladjuk 10 vagy 20 centért, ugye? A Skyway-ba az még az előny, hogy sok alkatrészt lehet használni egyik járműre, másik járműre, úgyhogy úgy csinálják. Akkor a konténereket is csináltak olyan kapszulákat, ezt nem sokára majd bemutassák, amit lehet mindenféle például berakni konténert is a kapszulába, lehet személyszállítás is, meg összekötni a hajó kikötővel, és akkor így kombinálni. Úgyhogy lehet vinni mindenféle árut. Úgyhogy ahogy a programokat tudjuk cserélni a számítógépen, applikációt, úgy ezeket a kapszulákat is majd lehet minden másra is használni. Mondtak egy olyan érdekességet, hogy a Boston Dynamics legyártott egy kutya robotot, és $74 000 kerül. És most kiveszi ezt meg? Sokan megveszik, de egyszerűen mennyi Skyway járműt lehet legyártani és használni. Mert ez a robot is egy olyan, mint egy modern sportautó, de kiveszi ezt meg. És egy Skyway járművel természetesen sokkal kényelmesebben el lehet utazni. Akkor megkapták a rádiófrekvenciót, az engedélyt. Ez nagyon fontos, mert tudjuk, hogy az összes járműt a blockchain technológián keresztül, és
vezeték nélkül fogják majd irányítani. Úgyhogy megvan ez a frekvencia, ami nagyon fontos, mert erről is féltek, hogy lehet, hogy valamelyik ország nem adja meg nekik, úgyhogy itten már elindul. Olyan frekvenció, hogy abszolút nem káros, ami nagyon, nagyon fontos, és sok új technológia, ami most megjelenik a projekt fejlesztésre, amit mi finanszírozunk, ez mind a Transnet lesz a Transnetnek lesz a része. Szóval mi készítsük a bolygónkat a következő generációkra. Úgyhogy ahogy a Junicki mondja, hogy építünk legnagyobb munkát a civilizációba, és ezt meg fogjuk valósítani. Ez lesz a legbiztonságosabb, legolcsóbb utazás, meg ugye lehet árut is szállítani, meg személyeket is. És nagy sebességgel, ami akár 500 vagy később még 1000-rel is fog menni, és ez a mi Junickinak a legfontosabb feladata. Beszélek kicsit erről is a részvényekről, hogy hogyan lehet majd átadni. Például, ha valaki csinál testamentumot, akkor, és van mondjuk rá 200 ezer részvénye, akkor ottan be kell írni, hogy ettől a számtól addig a számig összesen ennyi részvényt hagyok ennek a fiamnak, ennek a lányomnak, vagy valakinek. És ezt be lehet tenni a testamentumba, és eztet akkor majd ők fogják majd így kezelni. Például, ha van egy csomag, mert azt is kérdezték, hogy a csomagokat hogyan összevonni. Van egy csomag, 13.100 részvény. És ez a személy a fiának 13.000 részvényt szeretne hagyni, 100-at meg a feleségének. Ezt úgy kell írni, hogy ettől a számtól számig az én fiamnak, és a többit 100 darabot Máriának, a feleségemnek. Szóval ezt már meg lehet csinálni a testamentumban. Azok, akik nem csinálnak testamentumot, és nem lesz senkinek átírva, ha egyszer meghalnak, akkor azok fogják örökölni, akik a fiaik legközelebbi rokonság, ahogy megy a öröklődés a máshol is, ugye? Akkor mikor indul a belső tőzsde? Ez nincs még kijelölve dátum, de azt mondták, hogy ahogy elindul a token, akkor majd kezdik tovább. Ahogy mondtam, a részvényeket be lehet majd váltani, de itt még nincs konkrét dátum. A web irodánkba oda be lehetett írni, igaz, vagy van, be lehetett írni, hogy ki kezelje, de az nem öröklödés. Az úgy volt beírva, de igazából nem, mert egy szponzor is akár oda tudta írni az adatot, és igazából nem ő örököli a részvényt. Azért, hogy abban, hogy valaki örökölje, azt egy hagyatéki tárgyalás végzést kell lefordítani oroszra, és azt elküldeni a supportba. Ilyen már csináltunk. Igen. Úgyhogy volt nálunk már sajnos 5-6 ilyen helyzet, és akkor ezt így csináltuk, akár testvérre, vagy ezt a hagyatéki tárgyalás a közjegyzőnél csinálják, nálunk is, azt hiszem Magyarországon is.
Igen, a Sándor azt tudja, ezt már ő is csinálta. Akkor megyünk tovább. A Inotrans, azt mondtam. Na, ha vettünk a gyerekekre, ugye, kid vagy student csomagot, hogyan lehet ezt átírni? Sajnos mi most próbáltuk, és még nem lehet átírni, de ha valaki ezt szeretné, akkor ki kell nyitni egy webirodát a gyerekre, aki 18 éves lett, és akkor, mikor fel akarjuk tölteni a verifikációt, akkor nem engedi meg a rendszer, elutasítsa. Ezért kell írni a supportba, hogy most a gyerek felnőtt lett, 18 éves, kinyitottuk a webirodát, és kérjük majd, hogy a kid vagy a student csomagot átírják. Ők ezt bejegyzik, és később, mikor nekik lehetőség lesz, mikor már ott lesznek a tőzsdénél, akkor ezt meg tudják majd csinálni. De mondtam, át lehet írni bármennyit, úgyhogy ez lényegtelen, mert lehet, hogy vettünk egy-két kid csomagot, de többet akarunk átírni, és akkor ma ezt meg lehet. Vannak-e tervek a 2020-as évre kifizetni a osztalékot 2021-be? Azt mondja a Maslow, hogy a 2020-as évre, ami lesz majd forgalom, erről beszélve, meg gondolva, amit most a Junicki majd az idén aláír, ez a lehet, hogy 50 vagy 70 milliárd, akkor 20% a nettó bevételnek az kiszámítsak, és akkor jövőre. Szóval attól függ, hogy mennyi lesz a forgalom. Ha lesz forgalom, akkor fizetnek osztalékot. Ez a tervben van, és akarnak fizetni. Mennyi részvényem kell, hogy legyen, hogy kapjak 500 eurót havonta, vagy 6000 euró évente osztalékot. Akkor, ha 0,0001 euró a vesző után 3 nulla a osztalék, akkor 60 millió osztaléknak kellene lenni. De most ezt számolta, lehet, hogy ebbe a matekba nem kellene belemenni, csak röviden. Ha 140 millió euró profitja lesz a cégnek, akkor ki kellene építeni 111 kilométert egy év alatt, ami természetes, amit lehet, ugye, nem olyan sok, akkor már 0,001, két nulla van a vesző után, annyi euró a osztalék. Akkor 6 millió részvény kell, hogy legyen, hogy 6000 euró osztalékot kapjunk évente. Ha 1110 kilométer szakaszt építenek évente, ami lehetséges, akkor már természetesen ugye tízszer nagyobb is az osztalék. Hogyan tudnak kifizetni osztalékot? Szóval meg kell, hogy legyen a cégnek a nyeresége, meg egy revízió. És akkor, ha eldönti a cég vezetősége, hogy fizetnek osztalékot, akkor a 20% nyereségnek fizetik az osztalékot. Nagyon fontos, sokan azt gondolják, hogy az osztalék csak a tőzsde után jön. Ezt megint megerősítették, hogy az osztalék kifizetés nincs összekötve a tőzsdére. Egy cég fizethet osztalékot, ha nincs is kint a tőzsdén. De azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos argument az,
hogy mondják magyarul. Ha cég kimegy a tőzsdére, és már fizetett ki osztalékot, akkor ez egy nagyon plusz. Miért? Azért, mert akkor sokan érv, igen, köszi. Mert akkor sokan, sok befektető vásárol részvényt azért, mert ez a cég már pluszban van, már fizetett osztalékot, és ez egy nagyon jó információ, hogy jó felére utazik. Mint a valami új cég kimegy a tőzsdére, és pár nap alatt lemenne az értéke. Ezért a Skyway mindig mondja, hogy egy 5-10 projektnek kell lenni, hogy kimenjen. Én remélem a következő 2 évben minimum 10, vagy lehet, hogy még több projekt is majd lesz. Akkor itten vannak még, hogy mennyi munkát vállaltak, mennyi előrendelés van, akkor mennyit adtak el a részvényt a rezervírani, ez amit félreraktak, mint spórolt részvény. Valahogy megmagyarázom, mit akarok mondani. Akkor a dátum is attól függ, hogy milyen helyzet van most kint a tőzsdén. De ezért kell ez a cég, akik majd készítik az egészet, ezt a due diligence-et is, meg készítik a IPO-ra. Akkor az összes információ médiekbe, marketingbe, információs, YouTube, mit tudom én, ez mind. És akkor itt megmondja, ugye, hogy mikor elkezdik készíteni, az jövőre kezdik, akkor olyan 12-24 hónap, hogy ezt befejezik, és akkor a cég készen állva lesz, hogy kimenjen a tőzsdére, és akkor eldöntik, hogy mikor. A mi projekt, amiben fektetünk, egy technológia és certifikáció. Mindenfajta utazásra, ugye? És ez egy új projekt. Sok olyan előnye van ezzel a projektre. Például olcsón meg lehet építeni egy szakaszt, akkor olcsó a feltartás, mindenhol fel lehet építeni, akár a városba, mocsárba, sivatagba. És a fenntartás az nagyon fontos, mert a hasonló gyors vonatok azok nagyon drágák a fenntartások. Ugye itten arra is kell számítani, hogy még sofőrnek is nem kell sofőr sem, mert egy szobából vezetik egy projektet. Mi saját magunk építsük ezt a technológiát, és nem keresünk olyan partner céget, amik kivisznek bennünket, akik összekötnek bennünket valakivel, hanem közvetlen, ugye a Skyway megköti a szerződést a városokkal vagy a állammal, és ez mind blockchain technológiával megy előre. Itt van még. Ez a legfontosabb, hogy befejezzék a 14. fázist, és ezért amit félreraktak valamennyi, mint tartalék, most eszembe jutott, tartalék részvényt, ezt úgy döntöttek, hogy egy valamennyi tartalékot fognak eladni, és így tudtak adni ilyen jó diszkontot. Ugye 60 meg 100, most 50 és 90, és ezt folyamatosan így a 14. 15. fázisba is
fogják majd tovább adni. Úgyhogy nem is a, ők mondják, hogy ne emlegessük annyira a Vietnámot, de ha mondjuk az egész Ázsia vagy Afrika, azt tudjuk, hogy Vietnám meg a Nigéria itt legnagyobb forgalmat bonyolítottak le. De most, ahogy mondom, Európa is kicsit elindult. Vannak nálunk például, mint Macedónia, országok, ahol lehet mondani, hogy több ezer százalékkal felemelkedett a forgalom. Nálunk is Horvátországban nagyon sokan megvették ezt a csomagot, és most fizetik. Úgyhogy elindult. Én remélem, hogy néhány hónap múlva készen lesz a 14. fázis. A Alex Suchodejev, amit mondja a konferenciákon, ő nagyon reménykedik, hogy az év végére készen lesz a 15. fázis is, mert már tárgyalt olyan nagyobb befektetőkkel, akik lehet, hogy több milliókat akarnak befektetni, és sokkal gyorsabban elfogyik majd a 15. fázis is. Úgyhogy én is a végére azt szeretném mondani, hogy örülök, hogy bementünk ebbe az üzletbe, hogy működik. A utolsó néhány év, én 2016, most már 4 éve vagyok itten, nagyon sok cég, akik kínáltak ilyen gyors pénzkeresetet mindenfajta tőzsdéken, befektetsz pénzt, és akkor már 5-6 hét múlva megkapod, visszakapod, meg ilyen ígéreket. Sajnos ezek már mind nem létező cégek. Kinevették a Skyway-t, de mi itt vagyunk. Az a legfontosabb, hogy egy reális projektünk van, amit már most ott állunk, hogy a több mint 90-valahány százaléknál megvan valósulva, és most csak ez kell, hogy elinduljonnak ezek a célprojektek minél előbb, legyen minél több a cégnek a zértéke, növekedjen, és ha már kapunk osztalékot, mit tudom én, 100 000 részvényre már kapunk 100-200 dollár osztalékot az elsőre, az is egy örömet okoz minden befektetőnek, meg egy bizalmat. Ezért a Junicki is tudja, hogy muszáj már az embereknek visszafizetni valamit, de természetesen a befektető pénzekből ezt nem is szabad, ez tilos is volna, nem is gondolkodnak erről, hanem a eladott projektről. Ha megköti a szerződést, és egy pár milliárd dollár bejön, akkor valamennyit, ugye azt a 20%-ot, mikor kiszámítsak, hogy mennyi kell a felépítésre, meg a munkásokra kifizetni a gyártása, akkor valamennyit ki tudnak fizetni. Eleinte a cégek nem fizetnek sok osztalékot, mert visszaforgassák, hogy elinduljon, úgyhogy nem várhatunk valami milliókat, de akármennyi jön már jövőre, örülni fogunk neki, és ez is már egy olyan mutató, hogy jó irányba megy az egész cég, a vezetőség. Most a Junicki már megint ott van Emirátusokban, úgyhogy onnan fog majd néha jelentkezni, nem olyan sűrűn. Akinek lesz lehetősége, hogy elmenjen Dubajba, 22 000 forintért Budapestre találtam a Wizz Airon keresztül repülőjegyet. Már októberben, novemberben is már lehet ilyen olcsó menni. Úgyhogy menjen, nézze meg Sárgyát is, meg Dubai központot, biztos, hogy sok új információ lesz. Én örülök, hogy itt voltatok velem, és hogy átadtam ezt az információt. Sajnos magyarul mindig kicsit nehezebben megy, de remélem, hogy megértettétek. Jól működik minden,
Itt vagyunk, tudom, hogy most magyar konferenciák nincsenek, de igyekszek havonta legalább egyet így megtartani, hogy ezeket az információkat összeszedem. Ha lesz valami több információ, akkor megtarthatok akár kettőt is. Nem sokat, nehogy unalmas legyek már nektek. Megnyomtam a REC gombot, felvettem. Megkérem majd a Skyway vezetőséget, hogy rakják ki a YouTube-ra, mert most nem szokták nagyon kirakni. És akkor majd megosszuk a linket. Köszönöm szépen, további szép estét kívánok mindenkinek, és sok sikert a további üzletben. Köszönöm szépen.